Sziasztok, ebben megmutatom, hogy mindent, amit ettem Thailandbe 10 nap alatt, általában emberek csinálnak első és második rész, de legtöbben nem nézik a második részt, úgyhogy mindent egybe teszek, és lesz csak ez az egy videó, ahol mindent ettem. Persze ezeket még fogjátok a napi vlogokba is látni. Az első napon véletlen bejöttem egy ilyen kajás piac félére, szóval voltak egy pár ilyen más-más kajás főzőhely, és nagyon olcsók voltak, és ahogy néztem az embereket, ezek mind csak ilyen itteni emberek, nem a turisták, akik ide jönnek enni. Voltak egy pár iskolás gyerek is. Az egyik dolog, ami fogunk enni, az fokhagymás marha. Ez volt 50 bát, ami forintba 560, és nekem a tom yum, ami 60 bát volt, ami 670 forint, és ez volt az egyetlen tomjám, amit megkóstoltam, ami jött tésztával. Minden máshoz nem adtak tésztát, de ez isteni finom volt. Nem túl csípős, egy kicsit édes, a leves az ilyen paradicsomos, kókusz teljes tészta volt, viszont ez a fokhagymás marha nagyon finom volt. Aztán később eljöttünk a Rachada Night Train Marketre, ahol sokkal jobb kaják voltak, mint a Chatuchak marketbe. Piac. Market az a piac. Az első dolog, amit megpróbáltam, az grillezett máj. Isteni jó volt, és nagyon-nagyon olcsó is. Ami 10 bat egy darabért, ami 112 forint. Utána leültünk, mert nagyon sokat sétáltunk egész nap, és gondoltunk, leülünk, mert majdnem mindegyik kajahely az ilyen állós volt. Úgyhogy leültünk ide, és vettünk egy ilyen kétszemélyes tányér, ami 5000 forint volt, 14 dollár. Benne jött egy egész hal, 4 darab garnélarák, hideg tészta, és ilyen kagylók, ami kagylók nem ettünk, mert ez véres volt. Ezt mutattam is a vlogba. Nézzétek, mekkora bajszai vannak. Ja. Amúgy nagyon finom. Túl sütős. Teljesen túl. Nagyon finom. Túl főtt. Látod, itt nekik nincs csak a shrimp. Tehát, hogy kajdói nem eszik. Nincs rajta semmi ízesítő, csak a... Mi az a víz? És mégis nagyon finom. Nem finom. Egyáltalán. Nekem nagyon finom. Vettünk még ilyen nagyon jó sör és a csirkét. Sós sincs rajta. Ott a szósz mellette. Tudod, milyen szlájci ez? Megkosoltál? Ja, én ettem. Amúgy engem csinálsz, vagy valamit ne? Nagyon... Az finom ez a hal. A hal elég finom. Puha. Uh-huh. Ezt valahogy sóba sütötték, vagy a... Ja. Nagyon puha, nézd milyen puha. Nagyon finom, én kóstoltam. Kettő dollár darabja. Fontosan 2 dollár. Megéri. Ugyanannyi kábbi, mint nagy. Nagyon finom tájsőr, meg soha nem vittem tájsőr. De nézd meg, milyen pici üveg. Normális méret. Na jó, mi veszünk fél literes üvegeket otthon. Mi nem igaz? De ez normális méret. Ez nagyon apró, gyerek méret. Nem tudom, hogy kell ezt a táj bazsalikumot enni. Szerintem egybe, a hallal egy. Nem akarja után, hogy frissítson a... Ilyen sokat? Nagyon finom, ami. Ez egy octopus skewer, magyarul nyárs, 2 darabért 445 forint volt. Nem volt rajta semmi ízesítő, se só, csak nagyon csípős chili olajba mártotta. Én imádom a japán kaját, és találtam takoyaki, és itt előtted megcsinálják frissen. Kértünk a lazacós, ez is nagyon olcsó volt, azt hiszem egy darabért valami 30 baht, ami nagyon olcsó, de és elég jó volt. Szóval itt van ez, lazacos golyó. Uj! Le fog esni onnan. Nagyon nem könnyű ezt tenni. Ez meg az egészet. Nagyon finom, nekem nagyon ízlik. 20, 10 baht, 30 cent, 33 cent, egy. Egy golyó 30 cent. Nekem mindig kell desszertet ennem kaja után. Találtam fagyit, ami billetcukor belül van. Ez a... Sárga dinnye. Dinnye. Mekkora harapás. A fagyi még nagyon hideg.
a marshmallow kívül nagyon puha és lágy, viszont nagyon nehéz enni. Mert kemény a fagyi. Igen, kemény a fagyi, és minden, az egész arcom most mázos. De amúgy elég finom. Karamell a tetején, ugye? Első dolog 7-Eleven-be kávé, ez volt 390 forint. Kávé a 7-Eleven-ből. De nagyon vizet kértem hozzá, mint a 8 espresso. Nagyon van. Erős itt a kávé, és pedig 7-Eleven-ből. Nagyon erős. Ez olyan vietnámi kávé. Kiptukam, hogy szemhozember kell. Nem, tényleg erős. Itt vagyunk Csatucsak hétvégi marketbe. Ilyen igazi thai kókuszos fagyi, ami itt nagyon-nagyon híres. Elfelejtettem ennek mennyi volt az ára, de elég olcsó volt. Itt a piacon vagyunk, utána találtam egy ilyen smoothie, rostos. Ezzel együtt jön a gyümölcs, és ez volt 80 baht, ami forintba 890 forint, ami szerintem nagyon megéri. Ez volt passion fruit, ami nagyon savanyú volt. Rájöttem, hogy nem szeretem a friss passion fruit, ez az. Milyennek a neve magyarul? Még most is emlékszem, milyen savanyú volt. Viszont a mango nagyon finom, és nagyon puha érett, és nagyon édes volt. Úgyhogy mikor ide jössz, akkor itt kell a mangókat enni a legjobb világon. Itt van egy ilyen bun, pork, mi az a pork, disznóhúsa, 15 baht volt. Nagyon finom, nagyon puha, nagyon olcsó volt. Finom, még benne van zöldsége. Ez ilyen nagyon apró hal ikrák. Oh, I don't like it. Oh. Olyan rossz volt, hogy nem tudtam még egyszer magyarul megpróbálni. Csirke. Elég érdekes, ilyen kicsit, mint a zselés lenne, egy kicsit édes. Megehetsz. Ezután találtam egy ilyen boba hely, itt 30 baht volt, ami 330 forint kb, ilyen teljes thai teák, és kértem a thai tea, és még kértem kaját. Ez azt hiszem 80 baht volt, de nem emlékszem. Ilyen zöld csirke curry, és azok a nagy darabok, én azt hittem, hogy az máj, de az nem máj, az vér zselé. Olyan csípős volt, mintha pokolból vizet innék, olyan fájdalmasan csípős volt. Érdekes ízek voltak, de viszont túl csípős. Oh. Jó. Liver. And Olyan csípes volt, hogy majdnem megpusztultam. Ezután leültünk kávézni, ez egy passion fruit kávé, de nem nekem való. It's so sour. Rettentően savanyú volt, én inkább csak a cappuccinónál maradok. Nem tudom, hogy ez a Covid miatt, de utcán nem volt olyan sok nagyon ilyen street food, mint ami más embereket láttam YouTube-on. Nagyon sok ilyen fried chicken volt. Ez amerikaiaknak? Viszont nagyon jó illata volt, és nagyon-nagyon finom volt. Jó, ropogós, kicsit túl olajos, de viszont olyan nagyon-nagyon finom csirke íze volt. És pont ott sütötték meg, felvágták, a belsője puha volt, a külseje nagyon ropogós, de ez nem egy ilyen igazi thai kaja. Eljöttünk egy olyan helyre, az a neve, hogy Pier 21, de van máshol más néven, és ez a étterem úgy működik, hogy van egy csomóféle kajád a hely, és amikor bejössz a kasszánál, adsz nekik pénzt, amennyit tudsz költeni, és ők ráteszik a kártyára, és te vehetsz olyan dolgokat, amit akarsz kipróbálni, mert nagyon olcsóak, és ami pénz, ami nem használtál el, azt adják vissza azután, hogy végeztél enni. Szóval az első dolog, ami kipróbálok, ez egy ilyen valami tojásos tészta. Ez volt 412 forint. Egy tojás, kis hús, tészta, valami zöld, és
ilyen löty. A szósz löty, ő nagyon nyálkás volt, nem tudom, hogy miért, és nagyon-nagyon édes volt, valamiért minden édes. Oké, okay, szóval itt van ez a, nem is tudom, hogy mi ez, valami tészta és valami löty vele. Nem ízlik. Elég undorító. Nem ízlik. Elég undorító. Nagyon nyálkás. Sült hal elég finom volt, mellette csirke, ízszelen, édes, és kértünk még egy ilyen máj, savanyú máj salát, ami elég jó volt, frissítő, aztán meglátom, hogy van neki kacsa, és én imádom a kacsa mellett, úgyhogy muszáj volt kipróbálni. I got lucky, nekem ilyen nicer húsokat adott. Itt volt egy csomó, ami összedobott ilyen ugly pieces. A kacsa volt 500 forint, és elég száraz volt, szóval nem volt valami jó. Ízszelen és száraz, viszont a tészt, amivel jött, elég finom volt, de még a szósz, ami rátettek, megint nagyon édes szirup volt. Aztán, mikor elmentem, itt találtam egy ilyen boba italt. Ez volt 670 forint, és a tetére tettek a pillecukor, és cukor rá a tetére, és ilyen tűzzel leégettetik, szóval ilyen karamellás volt a teteje. Boba az aján, és olyan finom volt, hogy tudnék minden egyes nap inni. Mm. Ez isteni finom. És nagyon olcsó, és leégettetik az a tetejét, leégettik a marshmallow. Láttam aligátort, és muszáj volt kipróbálnom. Wow. Krokodil. Kemény hús. Kértem a fekete paprikával. Ez biztos a lába. Nagyon izmos. Krokodil. 35 baht volt, 1 dollár. Sétáltunk egész nap, utána leültünk egy étterembe. Nem mennék ide még egyszerre. Koktél. Kértünk el koktélt, egy koktél 2100 forint. A koktél elég finom volt, és mi kértem egy ilyen nyers lazac, ez volt 2200. Koktél elég jó. Így néz ki a lazac, már olyan sok édes kaját ettem, ami sósnak kell lennie, de minden édes volt, úgyhogy csak a lazacot kértem, nem igazi tájkaja. Oké, szóval itt van az a salmon lazac. Nem érzem a lazacot, ízesítő miatt, de nagyon finom. Sok ízesítő van rajta. Van lila hagyma, van sima hagyma, van a zöld, mi az zöld? Zöld citrom, nagyon finom. 199. Ez a pad thai, ami mindenki ismeri, mi ez a pad thai. Általában, amikor thai foodra gondolnak, akkor pad thaira gondolnak. Tészta, tojás, 3 darab garnélarák, és egy csomó édes, mogyoró szósz rajta. Ilyenkor jöttem rá, hogy én nem szeretem a thai kaját. Minden nagyon édes, és minden ugyanolyan édes íze van, elrontja az egész kaját. Ha néztek a csatornám, akkor már tudjátok, hogy sokat utazom, és ennyit én életemben még nem panaszkodtam kajáról. Visszajöttünk abba a Pier 21-be, és akartam kipróbálni más thai kajákat, mert úgy, ahogy úgy láttam, itt több igazi thai kaja van, mint utcán. Kértem egy ilyen levest és egy ilyen levest. A barna leves volt 445 forint, a fehér kokuszos csirkés leves meg 612, ez. Hú! Nagyon jól néz ki, olyan jól néz ki, ilyen étvágygerjesztően néz ki, meg akartam enni az egészet. Az egyik nagyon édes, a másik nagyon savanyú. Ebben nincs tészta, megint. Szóval ez a kókuszos csirke nagyon savanyú, ez meg nagyon-nagyon édes, mint a szirup. Ez is nagyon édes, nem is videóztam le. Ez a shrimp innen valószínű. Ja, ez a shrimp a Tom Yum Kung-ból. Szóval ez ilyen pirosnak kell lennie, volt benne egy darab garnélarák. Nem, és volt, abba... volt négy darab. Azt mondta, csak egy? Nem, egy, ez volt, de ez fej, ez most a fej, farka. Ez fej, ez farka, ez fej. Négy darab volt.
És ez a kókuszos és a tom yamkung ugyanaz a lét használtak. Tudod, ugyanolyan savanyú volt. Pénzért, $13 volt, nem, mennyi volt ez? 400 total? 350, ez 10. Nem, nekem maradt még 80 itt. Nekem még egy 50 maradt. 150 maradt? $1, 45. Ah. 1,50. Szóval nekem használtam 155 bar csók. Boobs. $5 nekem volt ez az egész tálca. $5. Még az ipar is. Este egy marketben láttam ilyen nagyon jól kinézetű dumplings, ez volt 891 forint, szóval benne van garnélrák és disznóhús összedarálva, ez volt a legundorítóbb, amit ettem egész Tájföldön, ez valami rák, nem tudom, anyám talált, az se volt valami jó, de ez borzasztó volt, ilyen nyálkás, édes, nem főtt, nem tudom. Később találtam egy ilyen szup. Ez több helyen láttam, de az a baj ezzel, hogy ilyen zacskóba tesznek a leves, és vitt haza. De figyeljétek, mit csinálnak emberek itt. Maybe. Yeah. Cukor tesz bele. Yeah. Cukor. Nézzétek, mennyi cukor teszik bele. Szóval itt úgy nőnek fel, hogy ők hozzászoktak, hogy édes minden kaja. Ezek mellett volt egy kis étterem, ide leültünk, mert látom, hogy volt tomjam, ami nekem nagyon ízlett. Ez a tomjam volt 1120 forint, és nagyon finom volt. De hogy nézzétek, itt ilyen 60-70 baht kajáért, és a sör drágább, mint a kaja. Tudom, elég kicsik adag kaják vannak, és nagyon semmi nagyon ilyen fancy, luxus kaja, de szerintem úgy pont jó árért. Kezdünk a sörrel. Olyan jól esik ilyen melegben. Így néz ki tomjam. Megint nincs benne tészta. Nem tudom, hogy miért, az elsőben volt tészta, a többiben meg nincs, de viszont nagyon sok garnélarák vannak benne. Nézzétek, mindenhol garnélarák, ez volt a legjobb tomjam. Nagyon jó ez a leves, nem olyan savanyú, mint a többi, és tele van garnélarákokkal. Tele van mindenhol garnélarák. Nem sajnáltak. 100 bahtért, ez nagyon jó volt. Leittem. $3, nagy tányér. Ja, de kérek egy tányér is mellé. De érdekes, hogy egy ilyen megeszel, és egy fél napig nem akarsz enni, pedig ez sokkal lőd. Folyadék. Valami van benne, ami itt vagy csökkenti, nem? Nekem kicsit üres volt, úgyhogy rendeltem rizs, és tettem bele rizs, mint a rizses leves. Ami valami, láttam valahol másik menüben, másik étteremben, hogy rizses porridge valami, nem tudom, hogy mi az, nem rendeltem, de én már ettem olyan leves, amiben volt rizs, és nekem nagyon bejött. Aztán koreai bakery, cukrászda, nagyon jól néz ki minden, ez nem az olcsó hely, de kb. Egy szelet torta annyi volt, mint az a tomjam leves. Ja, de viszont nagyon megért az árát, nagyon finom dolgok vannak itt, és minden olyan szépen nézett ki, mindent meg akartam kóstolni, de ez a crème brûlée sajt torta nagyon elcsábította a szememet, és muszáj volt ezt kérnem, és még kértem egy ilyen pekán dió torta, ami oké volt, semmi különleges, de ez a sajtkrémes nagyon-nagyon finom volt. Meg kell otthon csinálnom ilyet. Aztán utcán láttam egy nőt süti ilyen tészta olajba, gondoltam megkóstolom, valami érdekes lett. Nem, csak sima tészta, só és cukor nélkül, csak zsíros tészta, úgyhogy ez nem is volt valami jó. Sétáltunk a Walking Street-en, és le akartam ülni. Minden zárva volt, viszont találtam egy helyet, az a neve, hogy Mama. Mamas. Ott vannak az árak, ahogy látjátok, elég olcsó itt minden. Nem hiszem, hogy ez egy ilyen turista étterem, úgyhogy ennek örültem. Itt az árak. Itt a sör már olcsóbb, mint a másik helyen. A kula, ezt a liós sört akartam kipróbálni.
elég keserű volt. Nekem a cseng sokkal jobban ízlik. A cseng az egy ilyen thai sör. Nagyon finom volt. Itt az cukor. Cukor és háromféle chili. Ezt tudsz betenni a kajádba, ha szeretnél. Én kértem tésztát ilyen garnélarákkal, meg oktopusszal, anyám kérte a tomjam. Megint nincs benne tészta, de viszont elég finom volt. Nem volt olyan savanyú, mint a valamelyik másik. Finom volt. Szóval voltak itt jó dolgok, de legtöbb kaja nem ízlett. Adtak nekem egy darab garnélarát a seafood csömbbe, ilyen. Szóval ezek voltak, amit Thailandbe ettem, amíg itt voltam. Valamelyik elég jó kaja volt, de sok nem valami jó. Ja, kicsit hosszú videó volt, de inkább gondoltam, hogy jobb lenne mindent egybe tenni, mint külön-külön. Szóval, remélem tetszett, ha igen, tudod ott lenni, mit kell csinálni.